Tészták, kürtős kalácsok, de még nagyon finom borok is helyet kaptak a Manyilt Hungarikum kiállításon. Homokhátság tanyái agrár- és élelmiszeripari nemzeti értékeit sorakoztatják fel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épületében. A rendezvény célja, hogy széles körben be tudják mutatni a tanyát, mint értéket. A tanya, mint Hungarikum fontos szerepet szán, rendkívül sok értéket biztosít számunkra. Ez gazdasági, társadalmi, környezeti érték, és ne felejtsük el, hogy Bácskiskun megyében több mint kétharmada az tanyán termesztik azokat a mezőgazdasági termékeket, amiből végül élelmiszer lesz. És mi, mint egyesület, az egyik fő szándékunk az az, hogy biztosítsunk lehetőséget a tanyán élőknek, tanyán termelő kistermelőknek, hogy széles körben be tudják mutatni a termékeket. A kiállított 15 termék között helyet kapott Molnárné Kárász Rita házi szörpje is. Ahogy a minden terméknek, ennek is nagy előnye, hogy nem használnak a termelők adalékanyagot. A különlegesség az, hogy nincs benne semmi különleges. Gyakorlatilag gyümölcsből és gyógynövényből készítünk szörpöket, illetve lekvárokat. A fő termékkörünk a szörp, hagyományos technológiával dolgozunk. A gyümölcsöket, ahogy feldolgozzuk, csak kimagozás történik, és a termékekbe belekerül a gyümölcs, és ez a különlegesség, hogy magas a beltartalma a termékeknek. A termékeket csak ma lehetett megkóstolni, de a kiállítás egészen április 30-áig megtekinthető a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épületében.